Abban az időszakban élünk tehát, amikor a názáreti Jézus Krisztus fönn van a mennyekben, és Istennek az igéjének, az evangéliumnak, a hirdetésének az eredményeképpen világítja meg a Szent Élek a szellemünket és a szívünket. És miért volt az első üzenete a názeti Jézus Krisztusnak a békesség? A Bibliában a békesség a többet jelent, a salom, mint a magyarban. Jelent épséget, egészséget, boldogságot, jelent teljes életet, sőt az Új Szövetség értelemben jelent üdvösséget, szerencsét. Tehát nagyon gazdag jelentése van a salomnak, nem véletlenül, hogy ezt ö, ö, köszöntésben is használják, mert amikor azt mondják, hogy salom, vagy shalom, szabad salom, akkor boldogságot is kívánnak, egészséget kívánnak, boldogságot kívánnak, a zavarnak, az ellenségességnek, a nyomorúságnak az ellentéte a salom. És Isten profétái megmondták, hogy ez a salom, ez a fajta békesség csak akkor jön el, hogyha megtörténik a mesiásnak az engesztelő áldozata és a helyettesítő áldozata. Csak azután tud eljönni. És pontosan a názeti Jézus Krisztus azért hirdette a salomot, mert bejelentette az embereknek, hogy beteljesedett az Izajás próféta 53. fejezetének az 5. verszaka, hogy a békességünk büntetése ő rajta volt, ezt a büntetést elhordozta, az engesztelő és helyettesítő áldozatával és vérével felszámolta és megszüntette az ellenséges viszonyt, mert az ellenséges viszony eredményezi a zavart és a félelmet, és létrehozta a názerti Jézus Kisztus golgottai kereszt áldozatának a vérével az Isten és az ember között a békességet, de nem csak a békességet hozta létre, hanem lehetővé tette számunkra, hogy Istennek a javait, Istennek az ajándékait birtokba vegyék, és beteljesedjen az életünkben és a békesség tehát ezt jelentette, hogy bejelentette Jézus, hogy tartalmazza, hogy megtörtént az engesztelő áldozat, megtörtént az engesztelő áldozat vérének a hitelesítése a mennyekbe, megszerezte Istenek a javait mindazok számára, akik az ő halálával, eltemetkezésével, föltámadásával azonosulnak. A vége a betegségnek, a vége azok számára a bűnkorszakának, a haláluralmának, és elérhető számukra Istenek az ígéretei beteljesednek, és ebbe a, ezeknek az ígéreteknek a beteljesedésének a valóságát a hit hozza létre.